Sziasztok! Katai Kis Luca vagyok, jelenleg 5 éves hallgató a PTAOK általános orvos szakán. 2016-ban érettségiztem Szekszárdon, és onnan költöztem ide Pécsre. Gimnáziumnak a második felében már tudtam, hogy az orvosi hivatást szeretném választani, ugyanakkor abban még nem voltam biztos, hogy melyik városban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Ekkor hallottam először a Pécsi Egyetemnek a TM táboráról, amiben végül én is jelentkeztem, és nyugodtan mondhatom, hogy ez számomra egy sorsdöntő pillanat volt, hiszen ez alatt a tábor alatt döntöttem el, hogy én ide szeretnék járni, és ezt az egyetemet szeretném választani. Miután felvételt nyertem az egyetemre, biztos voltam benne, hogy én is tagja szeretnék lenni ennek a csapatnak, ezért már gólyakoromtól kezdve részt veszek ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében. Legyen az egy TM tábor, egy középiskolások hete, de nagyon szívesen veszek részt a nyílt napokon, illetve az orientációs napokon is. Azért szeretem ezt az egyetemet, mert egy olyan biztonságos és családias környezetet és közeget ad nekünk, ahol igazából mindenki ismeri egymást, az alsóbb, a felsőbb éves hallgatókat, a tanárokat, illetve a többi dolgozót is, és mindig tudjuk, hogyha egy adott problémánk van, hogy kihez forduljunk, vagy kitől kérhetünk információt. Ez egy olyan összetartó közeget biztosít a számunkra, ami egy nagyon fontos bázist ad nekünk, és szerintem ez minden hallgatónak nagyon fontos az egyetemi évei alatt, főleg az elején, amikor a középiskolából kikerülve minden nagyon új és nagyon ismeretlen. Másrésztről azért szeretem nagyon ezt az egyetemet, mert mindezek mellett viszont a lehetőségek tárháza az határtalan, legyen szó akár tudományos életről, sportról, szabadidős tevékenységekről, akármilyen hallgatói szervezetekről. Nekem is szerencsém volt kipróbálni magam néhány területen, például demonstrátorként részt vehettem az oktatásban egy kis ideig, miután bekerültem az egyetemre, én is a tagja voltam a szurkolói csapatnak, akikkel szerencsém volt részt venni az egyik medikus kupán, ráadásul pont a Pécsin, ahol minden szurkoló csapat előad egy táncot, és ebben én is részt tudtam venni, és ez egy maradandó élmény volt számomra. Ezeken a medikus kupákon annyira érezni azt az energiát, ami ebből a tömegből árad, és ez tényleg egy olyan élmény, ami felejthetetlen szerintem minden hallgatónak. Pécs hangulata már az első pillanattól kezdve megfogott engem. Rengeteg szép hely van itt, amit egy sétával vagy túrával elérhetünk. De ugyanakkor mégis ez egy egyetemváros, rengeteg a fiatal, és a szorgalmi időszakokban szinte teljesen élettel töltjük meg, úgy látom, a várost. Lassan már elkezdem írni a szakdolgozatomat, úgyhogy most már mindannyiunknak döntést kell hozni, hogy az egyetem után hol fogjuk megkezdeni a pályánkat. Én mindig is a betegellátásban képzeltem el magamat, ugyanakkor az oktatás is nagyon tetszik, így elképzelhető, hogy egy klinikán vagy egy oktatókórházban szeretnék elhelyezkedni. A terveim között szerepel az is, hogy esetleg itt maradok Pécsen, de hogyha az élet úgy hozza, hogy máshova kerülök, akkor is örök emlékeket és felejthetetlen élményeket fogok magammal vinni.